Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Május 10-e Ármin és Pálma napja van. Ez a madarak és a fák napja. 174 éve először mutatták be az Egressy Béni által megzenésített Szózatot. 57 éve megszületett Bono, a U2 zenekar frontembere. Most pedig nézzük a legfontosabb híreket, először egy-egy mondatban. A magyar kormány ideiglenesen felfüggeszti a szisztematikus határellenőrzésről szóló uniós rendelet alkalmazását. Továbbra is foglalkoztatja a közvéleményt a szabadkai migráns lakások kérdése. A szabadkai, zombori és nagybecskereki közkórházakat támogatja a tartományi kormány. Mentőövként érkezett az elmúlt napok csapadékos időjárása a vajdasági gazdáknak. A magyar kormány ideiglenesen felfüggesztette a szisztematikus határellenőrzésről szóló uniós rendelet alkalmazását. A magyar közlönyben kedd este meg is jelent az erről szóló kormányhatározat, így hatályossá vált. A határátkelőkön stábunk egyelőre nem tapasztalta a fokozott határellenőrzés megszüntetését. Az intézkedés miatt több órás várakozás alakult ki egyes határszakaszokon, és félő, hogy a nyári időszakban a várakozás ideje megsokszorozódhat. A magyar kormány ezért szükségesnek látja a szisztematikus határellenőrzés ideiglenes felfüggesztését, helyette célzott határellenőrzést vezet be. Az uniós úti okmánnyal utazók örülnek ennek. Igen, hallottunk róla, valószínűleg, hogy ez könnyebbé teszi az életünket, főként azoknak, akik napi szinten átjárnak. Van, aki azt mondja, egyelőre nem tapasztalt változást. Jeli gúzva így egy. Holkozta csekkesz a magyarszak szerelne? Akkor 15 minúta. Vajszt. Mások szerint jóval gyorsabban át lehet jutni Szerbiába. Hízrevető a határon, én mondjuk vártam fél percet, és egy autó volt előttem, és nekem csak megnézték, rápillantott a személyigazolványomra, úgyhogy ez most érezhető teljesen. Horgosnál a Szerbiába belépő oldalon szerda reggel alig voltak, kilépésre is kevesen jelentkeztek, a délelőtt folyamán azonban élénkebb lett a forgalom Magyarország irányába. A szigorított határellenőrzés felfüggesztéséről egyelőre csak a sajtóból értesültek a magyar határrendőrök, sőt a két határ között a határkerítés magasságában is ellenőrzik a belépőket. A Horgos-Özke autópálya határátkelőhely Magyarországról kilépő oldalán valóban felgyorsult a forgalom, és csak pár másodpercig tart a személyi okmányok ellenőrzése. A Magyarországra belépő oldalon viszont továbbra is sorok vannak, és részletesen ellenőrzik a gépjárművezetőket, illetve a gépjárműveket is. Ezt az utánunk sorakozó hölgy is megerősítette. Gyakorlatilag semmi változás nincs? Én nem észlelem. Tehát mondjuk Magyarország irányába továbbra is sokat kell várni? Igen, várakozni kell. A Kelebia-Tompa átkelőn már más a helyzet, ott már alkalmazták szerda délelőtt a szigorított ellenőrzés felfüggesztését. Átjöttem magyar igazolványa, és megnézték csak az igazolványt, de nem vitték be a fülkébe, hanem csak odaadták vissza, csak átnézték, és ennyi. Az EU tanácsa április elejétől vezette be a kötelező szisztematikus határellenőrzést, amelynek értelmében minden uniós és harmadik országbeli állampolgárt kötelezően ellenőrizni kell a schengeni határokon való ki- és belépésnél. Korábban már Horvátország is jelezte, felfüggeszti a szigorított ellenőrzést saját határszakaszain. Horvát és szlovén példát említett a szisztematikus határellenőrzés felfüggesztéséről szólva a magyar miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint jól látszik, hogy már a nyári idegenforgalmi csúcs előtt mekkora fennakadásokat okoz, hogy a határokon ellenőrzik mindenki személyazonosságát, iratainak eredetiségét. Mint mondta, a tapasztalatok megmutatják, hogy a célzott ellenőrzés hoz-e megfelelő eredményt, illetve hogy vissza kell-e állítani a most felfüggesztett rendszert. Az M1 műsorában Bakondi György az uniós állampolgárokat zaklató, az átlépést lelassító intézkedésnek nevezte az eljárást. A kormány úgy döntött, hogy tekintettel az eddigi tapasztalatokra, ha tetszik a próbaüzem nem éppen pozitív tapasztalataira, felfüggesztés visszatér ehhez a szelektív ellenőrzéshez, tekintettel arra, hogy nyári időszak jön, turista forgalom növekedése, és hát azok a hatalmas tumultusok a határon, amelyek egy-egy
frekventált időszakban már eddig is tapasztalatok voltak, ezek nagyon nem kívánatosak, úgyhogy úgy oldjuk meg, hogy a biztonság fontos elemei is megmaradjanak, de az utasforgalom folyamatos áramlása is biztosított legyen. Továbbra is igen kényes témának számít a Szabadkai Gerontológiai Központ március 27-e utcai épületkomplexuma mellé tervezett migráns lakások felépítése. Közelben élő polgárok felháborítónak tartják, hogy bevándorlók költözzenek a szomszédjukba. Ennek megakadályozás érdekében petíciót indítottak, amit 3761 polgár írt alá. Az ügyel kapcsolatban korábban Nenád Ivaniszewicz szociálpolitikai államtitkár is megszólalt. Ide a Szabadkai Gerontológiai Központ mellé tervezik annak a hat lakásnak a felépítését, amelyben a tervek szerint migráns családokat szállásolnának el. Az egyenként 44 négyzetméteres lakások építkezési és berendezési költségei mintegy 650 ezer eurót tesznek ki, amelyet teljes egészében a norvég kormány finanszíroz. A hír az idősek otthonában élőknek és az utcabelieknek sem tetszik. A szabadkaiak ezért aláírásgyűjtést szerveztek a migráns lakások felépítése ellen. A petíciót több mint 3700 személy írta alá. Mindenki ellene van, és jó magam is ellene vagyok, mert hisz ott van az a bizonyos otthon, az öregek otthona, ahol az öregek az utolsó napjaikat szeretnék élni, nyugodtan, csendbe, és most ők oda fölépítenének egy olyan épületet, ahol majd valamilyen emberek fognak lakni, akik abszolút nem a mi mentalitásunkhoz tartoznak, ott kiabálás, ott lopás lesz, ott betörés lesz éjszakánként. A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szervezete is a tiltakozó polgárok mellett foglalt állást, arra biztatva a helyieket, hogy minél többen írják alá a petíciót. Nyitottak és befogadóak a szabadkaiak, de elérkezett az ideje annak, hogy önmagukért és a gyerekeikért a biztonságos, kiszámítható és emberséges jövő érdekében nemet mondjanak az e fajta politizálásnak. Egyebek mellett ez állt a korábbi közleményben. Nenád Ivaniszewicz szociálpolitikai államtitkár nem érti a lakosok felháborodását. Ja moram da kažem jednostavno jako žao što me niko od pokretača potpisnika peticije nije kontaktirao pa da porazgovaramo o svemu što se dešava zato što mislim da se ne radi o pravom informisanju javnosti. Dakle, migranti se ne naseljavaju u Subotici, migranti neće dobijati stanove u Subotici, migranti ne žele da žive u Subotici. Radi se o norveškom projektu koji finansira Kraljevina Norveške, koji traje 18 mjeseci, koji ima za cilj da smesti ukoliko se pojavi 6 majki sa maloletnom decom koje su u azilnoj proceduri. U ovom momentu takvih majki u Subotici nema. Szabadka külvárosi részén egyébként már van egy konténerekből álló ideiglenes befogadóközpont, ahol jelenleg mintegy 130 többségében magát pakisztáninak és afgánnak valló migráns tartózkodik. A tervezett migráns lakások építésének hírére Magla Jenő, Szabadka korábbi polgármestere is reagált. A Mozgalom a Polgári Szabadkáért frakció vezetője beadvánnyal fordult Bumfort Ivadarhoz, amelyben a Szabadkai Városi Képviselőtestület rendkívüli ülésének összehívását kéri a VKT elnökétől a migráns lakások építésével kapcsolatban. Ezt az információt a Szabadkai Önkormányzatnál is megerősítették a Pannon RTV-nek. A VMS Szabadkai Városi Szervezete és frakció csoportja közleményben reagált Maglai Jenő a Mozgalom a Polgári Szabadkáért frakció vezetőinek beadványára. Ebben egyebek mellett azt írják, hogy emlékeztetni szeretnék Maglait, hogy a VMS volt az egyedüli párt, amely jogos felháborodás címet viselő közleményében reagált a hírre, és a polgárok mellé állt az aláírásgyűjtés folyamatában. A migráns lakások építése a szerb kormány és a norvég királyság projektuma. Annak megvalósítását csak is azok állíthatják le, akik a döntést meghozták. Noha az építkezés magyarázata nem kielégítő, erről a szabadkaiak másként vélekednek, a döntés nincs az önkormányzat kezében. Olvasható a VMS Szabadkai Városi Szervezetének és frakciócsoportjának médiaházunkhoz eljutatott közleményében. A folytatásban hozzáteszik, hogy Szabadkán a migráns lakások mellett ideiglenes befogadó központ se legyen. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a napokban megkezdődött a migránsok elszállítása Belgrádból az ország különböző pontjain lévő központokba. Az elmúlt időszak negatív tapasztalatai tükrében, ami a migránsoknak a Szabadkán, a város környéki tanyákon és erdőkben, gyümölcsösökben való viselkedését illeti, a VMS a leghatározottabban elvárja, hogy a városban ne legyen ideiglenes befogadó központ sem. Vagyis zárják be a 2015 novemberétől a Tuki Ugarok 23-as szám alatt működő ideiglenes befogadó központot. Maglai Jenő szeretnék emlékeztetni arra, hogy akkor ő, mint Szabadka polgármestere köszönetet mondott a szerb köztársaság kormányának, az illetékes minisztériumnak és a menekültügyi biztosságnak, amiért Szabadka rendelkezik a legkorszerűbb tranzitközponttal, nem csak ebben a régióban, hanem a tágabb térségben is.
A szabadkaiaknak az az érdeke, hogy Szabadkára ne szállítsanak és itt ne állomásoztassanak migránsokat, akiket a kilátástalanság a jövő nélküli mindennapok felőrölnek, és akik az Európai Unió elhibázott, azóta már tagadott migráns hívogató politikájának az áldozatai. Mindezekért a soron következő városi képviselő testületi ülésen ezt a kérdést is megvitatják majd a tanácsnokok. Addig is arra appellálva, hogy az illetékesek óvják meg a szerb-magyar határ közelében fekvő várost és lakóinak nyugalmát, biztonságát és mindennapjait, bezárva az ideiglenes befogadóközpontot, olvasható a közleményben. A VMS Szabadkai Városi Szervezetének és frakciócsoportjának közleménye a Pannon RTV honlapján teljes egészében olvasható. Megbukott a koszovói kormány. A parlament megszavazta a kormány ellen beadott bizalmatlansági indítványt, ami azt jelenti, hogy Issa Mustafa kormánya megbukott és júniusban előrehozott parlamenti választást tartanak. A bizalmatlansági indítványt az ellenzéki önrendelkezés és a szövetség Koszovó jövőjért tagjai, valamint 12 kormánypárti képviselő adta be, és végül a nagyobbik kormánypárt, a Koszovói Demokrata Párt is támogatta. A 120 fős törvényhozás 78 képviselője támogatta a bizalmatlansági indítványt, 34 ellenezte a voksoláskor. Az ellenzék azért kezdeményezte a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, mert szerinte a kabinet nem tartotta be a kampány idején tett ígéreteit, és az utóbbi időszakban az ország parlamentje sem tudott fontos törvényeket meghozni. Az ellenzék hónapok óta bojkotálta a munkát, korábban pedig könnygázgránátokkal lehetetlenítette el az ülések megtartását. Mindenki számára világossá vált, hogy William Walker Nagy Albánia mellett lobbizik, mondta Alexander Vučić. A szerb kormányfő az egykori EBSZ illetékesének kijelentésére reagált, miszerint létezik megoldás az albánok egyesítésére Albániában, Koszovóban és a Szórványban is. Azt nyilatkozta, hogy semleges és objektív, ennek ellenére Nagy Albánia mellett kampányol. Ne fenyegessen bennünket, szögezte le Vučić, minden szinten be fogjuk bizonyítani, hogy Walker sohasem az emberi jogokért harcolt, hanem Szerbia ellen. Jadranka Joksimović, európai integrációval megbízott tárca nélküli miniszter is megszólalt az ügyben, elmondta, meggyőző érvekkel rendelkezik Szerbia, amelyeket be kell mutatni az Európai Uniónak is. Újságírói kérdése megerősítette, amennyiben szükséges, az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez fordulnának panasszal William Walker Nagy Albániát támogató kijelentése miatt. Az üggyel kapcsolatban nem sokkal híradónk előtt megszólalt Ivica Dačić is. A szerb külügyminiszter azt mondta, hogy javasolni fogja a szerb kormánynak, hogy William Walkert tiltsák ki Szerbia területéről az elmúlt időszakban tett kijelentései miatt. Elhunyt hajnalban egy tuniszi kórházban Oliver Potezica, Szerbia líbiai nagykövete, aki súlyos sérüléseket szenvedett egy közlekedési balesetben Tunéziában. A halálhírt a szerb külügyminisztérium is megerősítette. A diplomatát felesége és 5 gyermeke gyászolja. Az információk szerint Szerbia líbiai nagykövete hivatalos látogatáson volt Tunéziában, ahol a Tripoli nagykövetség működésével kapcsolatos ügyeket intézte. A jogász végzettségű Oliver Potezica 1953-ban született Prijepoljeban. A szabadkai, a zombori és a nagybecskereki közkórházakban is 90 napon belül kiépülnek az új angiotermek, hangzott el ma Újvidéken. Nedeljko Kovácsovics, a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság igazgatója ma délelőtt Újvidéken írta alá az ehhez szükséges berendezések megvásárlásáról szóló szerződést a belgrádi Siemens Healthcare cég képviselőivel. Az angiotermek elhelyezését követően a működésük is azonnal megkezdődik, ami azt jelenti, hogy a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedő pácienseket akár már 3 hónapon belül is fogadni tudják majd ezekben az intézményekben. Az angiotermek szükséges egészségügyi eszközök beszerzésére a tartományi kormány összesen mintegy 143 millió dinárt különített el. A szerződés aláírásakor jelen volt Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke is. Elmondta, ez a befektetés az egyik legjelentősebb fejlesztés Vajdaságban a jobb egészségügyi ellátás érdekében. Ono što nas sada neposredno očekuje jeste da nastavimo sa procesom edukacije zaposlenih u ove tri ustanove. Za to su zaduženi najugledniji kardiolozi iz našeg zdravstvenog sistema, iz Instituta za kardiovaskularne bolesti u Kamenici. Zatim da tehnički do kraja završimo proces uređenja prostora u kojima će biti smeštene ove angiosale i da Siemens naravno izvrši svoju obavezu. Do kraja godine ćemo dakle imati jedan sasvim novi kvalitet
u zdravstvenom sistemu Vojvodine i to je nešto što je možda i najznačajnija vest kada je reč o rekonstrukciji zdravstvenog sistema kod nas u ovoj godini. Nézzük, mi lesz még a híradó második felében. Nem lesz víz Szabadkán és Palicson péntek estétől szombaton a kora esti órákig. Fergeteges táncházat tartottak kedden a magyar tannyelvű tanítóképzőkaron. Mielőtt azonban tovább mennék, kapcsolunk a közügyek stúdiójába, ahol Bakos Viktor számol be mai hírháttérműsorunk témáiról. Szervusz Viktor, mit láthatnak ma a nézők? Szervusz Attila, köszöntöm a híradó nézőit. A mai közügyekben beszámolunk arról, hogy a magyar kormány 2018-ban nagyobb támogatásban részesíti a külhoni magyarokat. Bemutatjuk, hogy milyen fejlesztések valósulnak meg Bácskos-Hútfalván. Utána járunk, hogy milyen károk származhatnak a magyar kanizsa községben megvalósuló olajkitermelésből. Illetve foglalkozunk a hétvégén lezajlott általános iskolások művészeti vetélkedőivel is. Köszönjük szépen! Nem lesz víz Szabadka és Palics nagy részén május 12-én és 13-án tájékoztat a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV. A vízszolgáltatás építési munkálatok miatt szünetelni fog pénteken 23 órától, várhatóan szombat 19 óráig. A városi vízművek értesítése szerint megtörténhet, hogy előbb befejezik a munkálatokat, de szombat 15 óra előtt biztosan nem. A visszakapcsolás után pedig előfordulhat, hogy még 90 percig zavaros lesz a víz, vagy gyenge lesz a nyomás. A munkálatok a vízgyár területén lesznek. Egyebek között egy homokfogót építenek be a rendszerbe, így még tisztább vizet kapnak a későbbiekben a fogyasztók. Zvonimir Perusitja, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV részlegvezetője egy korábbi interjúban nyilatkozott a munkálatok kapcsán. Obaveštamo građane da od petka uveče u 11 sati do subote uveče u 7 sati neće biti vode na teritoriji celog grada i u jednom većem delu naselja Palić. Razlog za obustavu vodosnabdevanja su radovi koje naši radnici vrše na fabrici vode, na vodozahvatu 1. To su radovi koji su planirani unapred i deo su jednog šireg projekta koji treba da omogući kvalitetnije vodosnabdevanje građana grada Subotice i okoline čistom vodom. Vajdaság szerte 25-30, helyenként 40 mm eső is esett az elmúlt napokban. Mentőövként érkezett a csapadék, ám a hideg idő hátráltatja a növények fejlődését. A gabonák már kalászolnak, ezért a szakmabeliek figyelmeztetnek, hogy a fuzárium elleni védekezést nem szabad elmulasztani. Sínylődnek a tavaszi kapások a hideg időben. A napokban hullott csapadék ugyan jól jött a növényeknek, de a lendületes fejlődéshez szükséges lenne a meleg idő. A termelők már most tartanak attól, hogy a szélsőséges időjárás a hozamra is kihatással lesz. 2-3 levélben vannak most a kukoricák, gyomok jönnek, tehát gyomirtózni kellene, de viszont ez a hideg időjárás a gyomirtózásnak se kedvel, ugyebár azt a 20-20 pár fokot meg kellene válni, hogy meleg legyen, hogy a gyomirtókat teljes egészében ki tudja használni ugye, a növény, tehát hogy sikeres legyen a gyomirtás. Annak ellenére, hogy az árpa és a búza kalászolásának az ideje van, a szélsőséges időjárás miatt a növény alacsony és gyenge maradt. A gabonákon nagyon meglátszik a szárazság jele, azok kicsire is nyűnek, fejlődésükbe is visszamaradtak, kezdenek kalászolni a zárpák, buzák, hát a termés nem éppen kecsegtetőnek látszik, még száradnak is a levelek alulról, nem tudjuk, hogy milyen termés várható, de biztosan, hogy nem lesz rekordtermés. A kalászosoknál a növényápolási munkákat ettől függetlenül el kell végezni. A szakemberek most a fuzárium elleni kezelésre hívják fel a figyelmet. Mivel most bejött ez a múlt héten, ez a 30 mm, körülbelül 20-30 mm csapadék, a hőmérséklet is valamilyen szinten fel fog melegedni. Ez egy ideális föltétel a gomba betegségeknek a megjelenésére. Úgyhogy okvetlen ajánlom a termelőknek, hogy körbejárják a parcelláikat, ne csak a kocsiból, vagyis a parcella széliről, hanem menjenek be és nézzék meg, az alsó levelektől kezd felfelé menni a betegség. Okvetlen nézzék át a leveleket, mert ez, ahogy említettem, ideális föltétel a fertőzések megjelenésére.
A búzákban és az árpákban a kalászfuzáriózis mellett a rozsdabetegségek és a lisztharmat is felütheti a fejét, amelyek ellen, ha nem védekeznek a gazdák, jelentős termés kieséssel kell számolniuk aratáskor. Május 8-a és 12-e között a Makovec program keretében cserediákok érkeznek Szabadkára magyar tannyelvű tanítóképzőkar vendégeként. A magyarországi hallgatók részt vesznek a kar által szervezett eseményeken és betekintést nyerhetnek az ott folyó oktatói nevelői munkába. Keddeste táncházat szerveztek az MTTK-n. A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és felnőtt képzési karának hajdúböszörményi hallgatóit látja vendégül a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. A tiszteletükre rendeztek kedden este táncházat, először csallóközi táncokat tanultak, olyanokat, amelyeket majd jövendőbeli pályafutásuk során a későbbiekben tanítványaiknak is átadhatnak. A diákok kört alkottak, könnyedén és gyorsan sajátították el a tánclépéseket és a dalszövegeket is. Megtanulták például, hogy 100 forint a csibe ára. Nagyon jó, csak nagyon melegünk van. Olyan táncokat tanultok, amiket a későbbiek folyamán majd átadhattok a jövendőbeli tanítványaitoknak is. Igen, így van. Szerintem nagyon hasznosak. Mármint, hogy nekünk így új számunkra, tehát teljes mértékben. Sokan először voltak táncházban, de a táncoktató elégedett volt újdonsült magyarországi tanítványaival. Nagyon ügyesek ők is, és a meglévő hallgatók is, úgyhogy hál' Istennek egy szép kis csaló közianyagot át tudtunk most velük venni egy 45 perc alatt. A táncházban tanultakat a jövendőbeli pedagógusok fel tudják majd használni, hogy a gyerekek mindennapjait vidámabbá tegyék. Öröm muzsikálni egy ilyen társaságnak, akik látjuk rajtuk, hogy érdeklődnek az anyag iránt, hiszen hát ez valamikor őnekik majd a szakmájuk lesz, és hát jó, hogyha már az egyetemista évek alatt el tudják sajátítani ezeket az alaplépéseket, ami a táncoktatást jelenti. Ez besegíthet a népi hagyományok megismerésébe, de a tánc akár egy tornaórába is beépíthető. A Juhász zenekar muzsikájának ritmusára könnyen ment a tanulás. Egy ilyen rendezvény több szempontból is jelentősen meg tudjuk mutatni, hogy az MTTK-nak is igen tehetséges hallgatója vannak, hiszen a jövendőbeli pedagógus, óvodapedagógus Szakás Tamás volt, hogy a koreográfus, de ez nekünk is oktató jellegű lehet egy ilyen táncház, mert gyakorlatban tudunk a kicsikkel, nagyokkal egyaránt véghez vinni. A hajdúböszörményi cserediákok ropták a táncot, a csallóköziek után moldvai táncokat tanultak. A palicsi színjátszó Grund jutott tovább a 17. Vajdasági Süli Színház Fesztivál döntőjébe. A negyedik elődöntőt Csókán tartották, ahol várhatóan júniusban szervezik meg a rendezvény gáláját. Negyedik elődöntőjét tartották az idei Süli Színház Fesztiválnak Csókán. A rendezői díjat a palicsi csoport egy nagyszerű játékkal érdemelte ki, és juthatott a döntőbe. Janikowski Éva kireütött ez a gyerek című művével. Nekik azt gondolom, hogy a közös játék volt az öröm, ami jó is volt, meg nehéz is az, hogy nem lehetett játszani, amíg ketten próbálták a jelenetüket, hanem mindvégig mindenkinek bent kellett ülni a helyén. De ez azért is jó volt, mert az energiáik így összeadódtak, és talán elejétől végig élik az egészet, és szerintem már mindenki tudja mindenkinek a szövegét. A zsűrinek nehéz dolga volt, az előadások mind jók voltak. A kis színészek egyre szebben beszélik a magyar nyelvet, és az olvasás is meglátszik rajtuk, még ha a gyerekek többsége ma már hanyagolja is a könyveket. Egyre tömegesebb és egyre jobb a színvonal emelkedik. Az, hogy a gyerekekkel állandóan foglalkoznak, még akkor is, hogyha a legidősebbek ugye kikerülnek, középiskolások lesznek, vagy egyetemisták, vagy dolgoznak, és újak kerülnek a helyükbe, az nem, hogy nem számít, de ők átvesznek abból a hangulatból, még hát ők részt vesznek, mint hallgatók. A következő elődöntőben a szórványban működő anyanyelvápoló csoportok mérettetik meg magukat. A 17. Süli Színház Fesztivál gálájára június folyamán kerül sor, ugyancsak Csókán. Megtartották kedd este Kijevben a 62. Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntőjét. 18 ország produkciója közül 10 jutott be a szombati fináléba.
A szakmai pontok és a közönség szavazatok kombinációja alapján kialakult összesítés szerint a svéd, portugál, belga, azerbajdzsáni, örmény, moldovai, lengyel, ausztrál, görög és ciprusi versenyző jutott be a döntőbe. Az idei dalfesztiválon 42 ország vesz részt, a döntőben biztosan részt fog venni az előző évi győztes, azaz idén Ukrajna, valamint a dalfesztivált alapító 5 állam, Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság. Magyarországot Pápai Joci, Szerbiát pedig Tijana Bogicevic képviseli, ők csütörtökön lépnek színpadra a második elődöntőben. Mozog az egészségért elnevezéssel. Sportnapot tartottak a Szabadkai Jován Mikity Általános Iskola sportpályáján. A rekreációs programot az általános iskolák 7. osztályos diákjai és tanárok számára szervezték, de bárki részt vehetett rajta. Bemelegítéssel kezdődött a sportnap, hiszen ez elengedhetetlen bármilyen testmozgás előtt. A résztvevők többsége rendszeresen sportol, így már nagyon várták az eseményt. Röplabdán, focin, azt hiszem meg ilyen valami box, fitness edzést lesz. Járok ilyen falmászásra, ugye itt az iskolában már lassan egy éve, és meglehetően jó. A diákok röplabdában is összemérhették ügyességüket. A rendszeres testmozgás csökkenti egyes betegségek kialakulásának kockázatát. Ilyenek például a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, a depresszió vagy egyes daganatos betegségek. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet 15 évvel ezelőtt útjára indított kezdeményezéséhez, és a Testmozgás Világnapjának alkalmából szervezte a sportnapot. Svuda u svetu se na različite načine obeležava ovaj dan i mislim da je veliko zadovoljstvo obeležiti ga i možemo da razgovaramo mnogo više o onim pozitivnim stvarima koje fizička aktivnost donosi zbog toga što je to ono što ćemo osjetiti vrlo brzo. A rendezvény társ szervezői a Spartacus Hegymászó Egyesület Iszó Plánics, a Politechnikai Iskola tanára, a Jován Mikics Általános Iskola és az AKA Egyesület. Az Európa-bajnok birkozót, Friss Krisztiánt és társait, Baló Petárt, Nagy Tamást, Nemes Mátét és Nemes Viktort, valamint a Zentai Birkozóklub edzőit és vezetőit fogadták ma délelőtt Zentán az önkormányzat és a Község Sportszövetségének illetékesei. Az összejövetelen Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere gratulált Friss Krisztiánnak az Európa-bajnoki címhez, és köszönetet mondott neki, illetve társainak, amiért nem csak ezen a versenyen, hanem az elmúlt évek során számos egyéb hazai és nemzetközi megmérettetésen is öregbítették a város hírnevét. Friss Krisztián megköszönte az edzőpartnereknek, az edzőknek, kluboknak, sportszövetségnek és a sportminisztériumnak azt a támogatást, amelyel az elmúlt évek során segítették a versenyekre való felkészülését. Örülök neki, hogy 28 év után ismét Szerbiának lehetett birkozásban megint egy aranyérme. Nagyon hosszú út vezet egy ilyen idáig, hogy valaki egy európai vagy egy felnőtt világérmet tudjon nyerni, nagyon sok lemondással. Idegenbeni sikere után kedden hazai pályán 2-1-re nyert a Juventus az AS Monaco ellen a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjében. Így kettős győzelemmel 4-1-es összesítéssel jutott a fináléba. Az olasz csapat története 9. fináliára készülhet a legrangosabb európai kupasorozatban, amelyet eddig kétszer, 1985-ben és 1996-ban nyert meg. Ma pedig kiderül, melyik csapat lesz a Juventus ellenfele a Cardiffi döntőben. A madridi házirangadón a címvédő Real Madrid 3 gólos előny birtokában lép pályára, a városi rivális Atletico Madrid otthonában. A meccs 20 óra 45 perckor kezdődik. A híradó meg most végződik, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer egy-egy mondatban. A magyar kormány ideiglenesen felfüggeszti a szisztematikus határellenőrzésről szóló uniós rendelet alkalmazását. Továbbra is foglalkoztatja a közvéleményt a szabadkai migráns lakások kérdése. A szabadkai, zombori és nagybecskereki közkórházakat támogatja a tartományi kormány. Mentőövként érkezett az elmúlt napok csapadékos időjárása a vajdasági gazdáknak.
Köszönjük szépen a figyelmüket, ne feledjék, ha még több hírek kíváncsiak, kattintsanak honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Nézzenek minket a folytatásban is, ugyanis rögtön kezdődik a közügyek, utána kalamáris gyermekszavalatokkal. A hétről egy rendelő című egészségügyi magazinunk után a Szubjektívet láthatják, benne pedig a német nemzeti tanácselnökével, Göncő Mandler Lászlóval készült interjút 20 órától ismét híradóval várom önöket, addig is viszontlátásra.